Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvőket is. Én Barta Tusek Nébolya vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Barta Tusek János vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgatóházas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást kortól és nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom ács volt, mára viszont a PPA tanuló csapatszervezés a fő tevékenységem. Gyulán élünk feleségemmel, és van egy lányunk. A PPA előtti az már volt. Még egyszer ott van. Az én vagyok. Ja, bocs. Elmondom, a tiéd is akarom. Jó. Végülis 27 év alatt már sikerült megegyezned, remélem azért. Szóval házasságban élünk, mint ahogy mondta a párom, most már tényleg 27. És nem vad, hanem szelíd. És egyre boldogabb házasságban tényleg valóban. Nekem a civil foglalkozásom rendőleg, én kereskedelmit végeztem, és mint ahogy már mondta a párom, ma már a PPA tanuló csapat szervezés a fő tevékenységünk, mint családi vállalkozás. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mind úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 különböző területen ért el szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlenül égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy én is tartsa meg a mai első előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Jelenlegi világunkkal mennyire vagytok elégedettek? Ki az, aki nem elégedett? Oké. És mi baj van a jelenlegi világunkkal? Veszélybe rohan az emberiség. A világban nincs semmi baj, az emberekkel van a baj. Tehát érdekes világban élünk, nézzük akkor, hogy mi van, mi a helyzet ezzel a jelenlegi világunkkal, jó? Tehát van egy általános elbutulás. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy attól, hogy több az ember a bolygón, több az ész, hát óriási tévedésben van. Tehát körülbelül ugyanannyi az ész, mint mondjuk mikor 1 milliárdon voltunk, csak azt most hozd el 8-al. Nem vicc, ez komoly. Ez komoly. Tehát körülbelül 8-ada eszesek az emberek, mint mondjuk mikor 1 milliárdan voltunk. Felhigult, persze. Sőt, ha nézed, ez látható is, mert mit tudom, 1970-ben voltunk 4 milliárdan a bolygón, ugye az hány évvel ezelőtt volt? 53?
53 éve? Igen. Tehát ahhoz képest mondjuk fele olyan eszesek az emberek, mint akkor. De ez komoly. Tehát sokkal jobban kezelték az élethelyzeteiket. Mutatok neked ezzel kapcsolatban dolgokat. Jó? Ugye, hogy mi kicsit előre szaladunk. Itt van 10 életterület. Ugye talán ebben egyet tudunk érteni, hogy ebben ezt a 10 életterületet egy embernek helyesen kellene tudni kezelni, nem? Tehát itt van 10 életterület. Ez úgy működik, hogy ha az ember helyesen bánik ezzel a 10 életterülettel, akkor sokkal, de sokkal jobban érzi magát a bőrében, mint hogyha nem tud ezekkel a területekkel helyesen bánni. Márpedig, ha megnézed, az emberek ezekkel az életterületekkel általánosan nem túl jól bánnak. Tehát mondhatjuk azt, hogy körülbelül fele önbizalmuk van az embereknek, mint régen. Nem, ne az egót nézd, önbizalmat. Ego meg körülbelül kétszer akkora, mint régen. Párkapcsolati gond sokkal több van, mint régen. Szülőkkel való bánásmód sokkal rosszabban működik, mint régen. Gyerekeket sokkal rosszabbul nevelik a szülők, mint régen. Másokkal a kapcsolataik sokkal rosszabbak az embereknek, mint régen. A munkájukban, ha megnézed, sokkal több az, aki hát most megpróbálok finoman fogalmazni, szolgalétben él, akkor alapvetően több az anyagi javuk az embereknek, de mégis kevesebb a pénzük, tehát mégis, hogyha nagyobb értéket kell vásárolni, hitelt kell fölvenniük, régen saját pénzből építkeztek az emberek 70-es években, tehát most ugye visszamentünk a 4 milliárdos időszakhoz, az 70 volt, 1970. Tehát ha megnézed, körülnézel az országban, a családi házak nagy része akkor épült. Bizonyám. Nem előtte, nem azóta, hanem akkor. Oké? Okay? Akkor. És magánerőből, nem hitelből, magánerőből. Ha megnézed például, mit tudom én, akkor épült Újpalota, 68-ban kezdték el, 74-ig építették abban az időszakban, az egyik legnagyobb lakótelep Magyarországon. Oké. Akkor nézzük tovább. Tehát mondhatjuk azt, hogy több pénzük volt az embereknek. Ami nem igaz, mert mondom, a vagyonuk az kevesebb volt, de mégis több pénzük volt. Környezetükkel jobban bántak. Sokkal kevesebb volt a környezetszennyezés. Hatóságukkal nem volt gond, kevesebb volt jóval a bűnözés. Sokkal kevesebb volt a bűnözés, mint most. Sokkal. És mondhatjuk azt, hogy még istenhívőbbik is voltak, istenhívőbbek is voltak az emberek, még akkor is, ha szocializmus volt. Tehát azzal, ez alatt az időszak alatt mondhatjuk azt, hogy megduplázottunk, mi emberiség, és így felére butultunk körülbelül. Tehát felére van, vagyunk eszesek, most ne a feltalálókat meg ilyeneket néz, hanem az átlagembert. Jó? És akkor menjünk oda-vissza, ahonnan indultunk. Hát, hogy mennyire van elbutulás, az elmúlt évek mutatják. Milyen elmúlt évek? 2020-tól. Tehát gyakorlatilag a Covid-tól látni az elbutulást. Mit jelent az elbutulás? Hogy a
mennyire tudják átvágni az eszedet, és mennyire tudnak veled elhitetni dolgokat. Ez jelenti az elbutulás. Tehát mennyire sikerül rávenni olyan dolgokra, amire utólag kiderül, hogy az nem is volt igaz, vagy az nem is volt neked jó. Na most megnézzük például mondjuk az oltást. Utólag kiderült, hogy hibás döntés volt azok részéről, akik beoltották magukat. Az a baj, hogyha tehát egy értelmesebb, eszesebb ember, mondjuk egy, beszéljünk inkább úgy, hogy eszesebb, helyesebben cselekszik az életben. Egy még eszesebb ember még helyesebben cselekszik az életben. Minél butább egy ember, annál többet hibázik. Egyet tudunk ezzel érteni? Oké. Ki az, aki ezzel egyet ért? Oké. Tehát ugye ha helytelenül cselekszik az ember, annak a helytelenül cselekvőre nézve lesz negatív következménye. Na most, ha az ember okoz az életében saját magának, családjának negatív következményt, akkor ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy ránézve az a 10 életterületből valami tuti, hogy sérülni fog. Na most az ember úgy működik, hogyha abból a 10 életterületből mondjuk egy olyan terület van, ahol nagy problémáid vannak, az kihat a többi 9 életterület működésére, nyilván nem pozitívan, hanem negatívan. És ugye ez azt jelenti, hogy akkor más területeken is, ha az ember kevésbé eszes, akkor ugye ott is hibázik, és még több problémát generál, hoz létre. Ugye ez olyan, mintha egy ilyen lefelé örvénylő, hát örvénybe kerülnél, szó szerint. De ez persze fölfelé is működik, hogyha elkezded bármely területed helyrehozni, akkor az annak a hangulata, hogy helyrehoztad, az kihat a többi életterületedre is. Tehát az eszesedés az javít az élethelyzeteken. A butulás, az elbutulás az ront az élethelyzeteken. És ez minden területre igaz. Tehát ez úgy működik, de szerintem ezt mindenki tudja, hogy minél butább egy ember, annál több bajt és gondot okoz, nem? Tehát most kérdezném tőled, aki nem tanulsz itt, hogy mikor tanítottak neked részletesen etikát? Tehát olyat, hogy erkölcs, olyan, hogy becsület, olyan, hogy tisztesség, részletesen. Tehát nem a 10 parancsolatról beszélek, mert abban semmi részletesség nincs. Ott van 10 mondat. Aztán annyi. Tehát részletesen az etikáról. Na most, mivel az emberek sose tanultak etikát, honnan tudnák, hogy mi az, hogy etikus cselekvés? Honnan tudnák például, hogy a mai világban mi az erkölcsös, és mi az erkölcstelen? Honnan tudnánk, hogy mi a tisztességes, és mi a tisztességtelen? Mi a becsületes, mi a becstelen, ha nem tanulták? Pedig ebben a kapcsolatban mindenkinek van egy érzése, mert ha vele követnek el egy erkölcstelenséget, az neki baromi rosszul esik. Vagy ha vele követnek el egy becstelenséget, akkor az neki rosszul esik. Vagy vele követnek el egy tisztességtelenséget, akkor az neki rosszul esik. Nem? Minden ember így működik. De érdekes módon, ha ő követeli ilyet,
akkor az nem számít. Vagy ebből a háromból valamelyiket, vagy akár mindet, az nem számít. Pedig jobban megnézzük, az etikának az az alapja, hogy szeretnéd-e, hogy veled az megtörténjen. Ez az alapja. És ez az alap, hogy ha nem szeretnéd, hogy veled megtenné az a másik személy, akkor te miért akarod másikkal megtenni? Hm? De bármit. Nem tudom, tegye már föl a kezét, aki szereti, hogyha kiabálnak vele. Jó? Szereted, ha kiabálnak veled? Hát senki nem szereti. Jó, és ki a párkapcsolatban, most azt tegye fel a kezét, jó? Oké. Előfordul, hogy szoktatok egymásra kiabálni? Szóval, akkor inkább úgy kérdezném, hogy előfordul az, hogy kiabálsz a pároddal? Nem kell föltenni a kezedet. Na most, gondold végig, ha nem szereted, hogy veled kiabálnak, akkor te még kiabálsz egy másik személlyel. Hm? Jó kérdés, nem? Gondold végig. Akkor ennek van egy másik része. Az emberek szeretnének valamit. És szeretnék, hogy vele más megtenné. Érted? De ők nem tesznek olyan dolgokat, amit bezzeg ők szeretnének, hogyha velük megtennék. Oké? Mondok példát, jó? Csak hogy tiszta és világos legyen. Tehát ugye, ha választhatnál, akkor te kit támogatnál anyagilag? Egy közvetlen hozzátartozódat, vagy akár egy rokonodat, vagy egy vadidegent? Hm? Első vagy második? Uh-huh. Oké. Okay. Na most, akkor ehhez képest mégis úgy működik, hogy te befizetsz mondjuk adót az állam felé, és akkor vadidegen embereket támogatnak belőle. Oké? Okay? Sőt, azok a vadidegen emberek elvárják, hogy az állam támogassa őket. Az állam két dologból tud támogatni, vagy a befizetett adókból, vagy hitelből. Tehát fölvesz az állam hitelt, ha nincs elég pénze. Oké? Okay? Hát most azt mondanád, ó, de hát az EU ad pénzt. Aha, és az EU honnan szedi a pénzt? Vagy a dolgozókból, az EU-ban dolgozok, oké? Okay? Vagy hitelből. Oké? Okay? Tehát sok ember elvárja, hogy ő kapjon, de mit tett bele? Oké? Okay? Hát mit tett bele? És akkor azt mondják sokan, hogy hát hogy ne tett volna bele, hiszen ő dolgozott x évet és fizetett adót. De azt az állam nem fektette be. Az állam kifizette azt, akkor azoknak, akik arra igényük vagy jogosultságuk volt. Tehát amit most kapnak az emberek, azok a mostani adófizetők pénzéből van befizetve. Csak azért, mert ez is egy olyan dolog, hogy az ember mondjuk szívesebben támogatná a saját hozzátartozóit, vagy a rokonait, mint vadidegen embereket, nem?
Tehát azt mondanák, hogy az a pénz az oda megy, akkor az ember szívesebben finanszírozná annak az összegét. Szóval, ha megnézzük ezt az etika, erkölcs, tisztesség, becsület kérdését, az embereknek nagyon téves elképzelésük van. Tehát azt gondolják, na most mondok példát, jó? Tehát az államkassa az úgy működik, mint egy családi kassa. Arra lehet kifizetni belőle, ami, illetve addig lehet belőle kifizetni, ameddig a családi kasszából jut. Oké? Ha kevés a családi kassa, és több a kifizetés, akkor kérhetsz kölcsön. Nem? Fölvehetsz kölcsönt. Az állami kassa is így működik. És ha nem elég a bevétele az állami kasszának, akkor hitelt kell fölvenni az államnak. És ezt a hitelt általában nem azok fogják kifizetni, akikre ki lett fizetve a kölcsön, hanem azok, akikre nem lett kifizetve a kölcsön, hanem ők rendesen befizetők. Nem tudom, világos-e? Tehát a családnál annyival jobb a helyzet, hogyha te fölveszel hitelt, akkor gyakorlatilag te fizeted ki. Ha csak nem úgy vettél hitelt föl, hogy volt kezes, és te nem vagy hajlandó fizetni, valamilyen oknál fogva, és a kezestől vonják el azt a pénzt, amit te fölvettél. Na most az állam így működik. Tudod, ki az államnál? A kezes, a dolgozók, az adófizető dolgozók. És akikre az állam fizet, azok azok, akik nyugdíjasok, akik segélyből élnek, akik egészségügyi juttatást kapnak. Oké? Olyan emberekről beszélek az egészségügyi juttatások esetében, akik már nem dolgoznak. Oké? Tehát gyakorlatilag az államnak a kezesek a dolgozó állampolgárok. Tehát most gondold végig, mondjuk, ha te fölveszel hitelt, és van egy kezesed, és te nem fizeted, és utána a kezes kénytelen fog fizetni, akkor mennyire fog téged szeretni a kezes? Nem nagyon, nem igazán, nem? Na most, most ugyanez a helyzet a társadalomban, hogy befizetnek az emberek, tehát mondjuk én dolgozom 43 éve. 43 év alatt én egy hetet nem volt, hogy nem dolgoztam. Érted? Tehát végig dolgoztam a 43 évet. Befizettem sok-sok millió forintot. Gyakorlatilag alig vettem belőle valamit igénybe. Érted? Na most ez a pénz elment azok számára, akik miatt ugye ezt meg kellett fizetni. Tehát ha például az államnak nem elég az a bevétel, már pedig nem elég, akkor fölvesz hitelt, és a dolgozókkal fizetteti vissza. Ilyen frankó társadalomban élünk. Tehát a dolgozók a kezesek. Oké? És te azt gondoltad, hogy hát te befizettél egészségügyi járulékot, meg nyugdíjjárulékot. Tehát ez milyen pitiáner összeg, érted? Gondold végig, mit tudom én, fizettél 4-6% nyugdíjjárulékot.
Mi az? 10 év alatt fizettél egy éves nyugdíjadnak a 50%-át vagy 70%-át, érted? 10 év alatt. 40 év alatt kifizettél 4 éves vagy 5 éves nyugdíjadat. Miről beszélünk? Érted? Miről? Miről szól a történet? Tehát az egész rendszer az átalakult ugye a múlt században. Ezt úgy hívják, hogy felosztó kirovó rendszer. És az azt jelenti, hogy addig úgy működött, hogy aki betett, az kivett. Ugye átalakították annak jogán, alakították át, hogy nagyon sok volt a fiatal, és nagyon kevés volt, akinek ki kellett fizetni. Nem voltak betegesek az emberek, egészségesek voltak. Ha valaki megbetegedett, és olyan betegsége volt, az általában ilyen meg is halt. Oké, tehát nem kellett sokat kifizetni egészségügyi hozzájárulásra sem, tehát már mint egészségügyi szolgáltatásra sem kellett. Nem kellett sokat kifizetni nyugdíjba, persze, hogy az állam beszedte a pénzt, és élhetett belőle. Mert ugye azt nem fektette be. De senki nem gondolta arra, hogy lesz majd egy, mert volt egy népességrobbanás nemzedéke, hogy lesz majd egy népességcsökkenés nemzedéke is. Erre senki nem gondolt. És ezért akarják megoldani migrációval, olyan embereket akarnak migránsként behozni, érted? Vagy beengedni, akiknek rühes a munka. Érted? Akik utálnak dolgozni. Mert mondjuk a Kínából, vagy Vietnámból, vagy mit tudom, Koreából, vagy akárhonnan hívnának, onnan Kelet-Ázsiából hívnának migránsokat, azok még szeretnek is dolgozni. Tehát te nem látsz henyélő kínait. Nem látsz. Sok ezer kínai van Magyarországon, de egyet se látsz henyélni. Oké? Nem hallottál még olyat, hogy egy kínai megerőszakolt volna egy fehér nőt? Ilyet nem hallottál? Olyat sem, hogy fehér erőszakot meg kínai nőt. Úgyhogy a fordítva nem működik. Ja? Tehát nem hallasz ilyet, de olyat hányat hallasz Európa szerte, érted, hogy nem idén barnult, vagy idén feketedett bőrűek megerőszakoltak fehér nőket. Oké? Tehát olyan embereket hívnak, akik nem akarnak dolgozni, csak fölvenni a segélyt. Tehát azt csinálják, hogy fölveszik a segélyt, és hazaküldik a pénzt. Nem vicc, komoly. Hazaküldik az otthoni családnak. És akkor azokat is mi tartjuk el? Az itt dolgozók. Tehát hogy valahogy ez nem jött össze. Hogy majd azokkal megoldják a népesség csökkenés nemzedékének a problematikáját. Tehát egy érdekes világban élünk, ami megnézve teljesen etika alapon működik. Tehát most nézzük más etikai kérdést. Tehát mit tudom én, mondjuk két ország háborúzik. Mi közünk nekünk magyaroknak ahhoz? Mi közünk? Tehát neked mi, ha dolgozol, miért kell azért dolgoznod, hogy finanszírozzák az ukránokat? Miért? Első pillanattól ezt mondom egyébként, mióta a háborúval is elkezdtük támogatni. És ha nem akarja mondjuk az országvezetést támogatni, akkor
akkor rákényszerítik, hogy támogassa. Tehát elég érdekes dolgok ezek. Ez szerinted az etikus, hogy valaki megtámadott valakit, és akkor egy olyan ország, amelyiknek nincs elég pénze erre, akkor, mert még a saját lakosságát is hitelből finanszírozza, akkor talán támogasson egy háborút? Szerinted ez etikus? Tehát most gondold végig, 1848-ban mikor megtámadták minket a Habsburgok, megtámadtak az oroszok, hány ország támogatott minket? Akkor ott volt az első világháborúba, amikor megtámadtak minket a csehek, a szlovákok, a románok, érted? Hány ország támogatott minket a második világháború végén? Hány? Amikor ott 1945-ben ugye az oroszok megtámadtak minket, hány ország támogatott minket? Egy, a német, az támogatott, de azon kívül hány? Amikor 1956-ban megtámadtak minket az oroszok, hány ország támogatott minket? Mondom, hány ország támogatott minket 1956-ban? Amikor ugye meg lett támadva 68-ban mondjuk Csehszlovákia, hány ország támogatta őket? Egy se. Gondold végig, miért kell azért pénzt adni, hogy mi támogassunk egy háborút? Hát valakinek úgy jó. Hát gondold végig, a minden egyes forint támogatás, vagy eurós támogatás, ami oda megy, az annyival kevesebb jut annak az adott országnak. Oké? Annyival kevesebb. Tehát magyarul az ott dolgozóknak annyival többet kell dolgozniuk, annyival több adót kell befizetniük. Érted? Tehát volt egy olyan világunk, ahol ugye már régóta van az eladósodás, régóta van, de ilyen mértékű eladósodás soha nem volt, mint ami most van. Nem hiszen nézz utána az interneten, utána tudsz nézni, hogy mennyire vannak eladósodva az országok. Tehát brutális módon, hogy lesz az visszafizetve szerinted? Tehát most gondold végig, mondjuk ha te lennél mondjuk olyan helyzetben, hogy mondok példát, jó? Két olyan példát tudok mondani, amikor a szocializmusban valakinek nem volt lakása, lakhatása, és fogták, tehát ilyen kötelezően kirótták egy olyan család számára albérlőként azt a családot, ami azt jelenti, hogy potom összeget fizetett az albérletért, tehát ilyen jelképes összeget kellett fizetnie, és a családnak albérlőként be kellett fogadni egy helyiségbe, és használhatta a helyiségeket. Ezt tudjátok, hogy így volt a szocializmusban? Tehát az egyik barátoméknál is így volt, sőt, nekünk így volt Gyömrőn, a gyömrői családi házunkba. Beraktak ugye a háború után a albérlőt. Ami azt jelenti, hogy,
hogy gondold végig. Ezt most miért mondom? Mert ez egy kicsit összehasonlítás avval, amit a világunkban van. Tehát mit csinálna akkor, hogyha mondjuk egy ilyen helyzetet rád kényszerítenének most? Hát nyilván azt szeretnéd, hogy minél hamarabb tűnjön el a francba, érted? Nem? Ez a természetes, és mindenki ezt szerette volna, alig várta, hogy kifizesse azt az albérlőt, és elmenjen onnan, érted? Tehát, hogy vegyen neki valamilyen lakhatást, vagy csináljon neki lakhatást, képzeld el? Szóval most egy ilyen, olyan világban élünk, ahol az emberekre rákényszerítenek ilyen dolgokat. Érted? Mi közünk van nekünk egy háborúhoz? Magunkat kellene támogatni, nem másokat, nem? Gondoljuk végig. Az már egy támogatás lenne, hogy mit tudom én, nem növekedne a hitel, hanem csökkenne. Tehát emlékeztek, volt olyan időszak, mikor a magánnyugdíj pénztári pénzekből, amit az állam ugye megszüntetett, a magánnyugdíj pénztáraknak a vagyonát megszüntette, abból kifizettek tartozásokat. Ugye az azért lett megszüntetve, hogy kifizessenek tartozásokat. Na annak, ami akkori tartozás volt, annak már a többszöröse van az országunknak. Érted? Akkor például most néztem a múltkor egy videót, és 1847-ben beegyeztek egy részvénytársaságot, 1847-ben, tehát nem tévesztettem el az évszámot, beegyeztek egy részvénytársaságot, egy aranybányászati részvénytársaságot, a Börzsöny hegység aranybányának vagy aranykészletének kibányászására. Utána jött az 1848, és tehát azért elmondanám, hogy beegyezték az 1847-es aranybányászati céget a Börzsöny-hegység aranybányájára, és egy nap alatt a részvények fele elfogyott. Egy nap alatt. Akkor jött a, ugye a háború az osztrákokkal, és az egészből nem lett semmi. Majd 1930-ban bejegyeztek egy részvénytársaságot, a Börzsöny-hegység, vagy hegy aranybányának, tehát aranykészletének kibányászására. Jött a háború, és nem lett belőle semmi. De most megint bejegyeztek egy aranybányászati céget, egy részvénytársaságot, megint bejegyeztek a Börzsöny-hegység aranybányának kibányászására, ugyanis a Börzsöny-hegységben ugye már az 1800-as években felfedezték, hogy több száz tonna arany van. Több száz tonna. És a műholdas geoelemzésekkel kapcsolatban kiderült, hogy több ezer tonna van. Több ezer tonna. És mert 2 kilométer mélyen is van. És olyan mértékű, olyan mennyiségű arany van, ami a világ legnagyobb aranybányáját jelenteni. Képzeld el? És lényeg az, hogy nem külföldiek indították el ennek a kibányászását, hanem magyarok. Csak úgy mondanám. És lényeg az, hogy ugye egy ilyen készlettel mindent helyre lehetne hozni. Az adósságot ki lehetne fizetni, stb. Most mondok példát. Ja? Ceausescu-t azért kellett megbuktatni,
mert kifizette az adósságot. Azóta a román állam fölvett egy csomó hitelt, közben a Ceausescu egyik mit tudom én milyen épülete alatt találtak annyi aranyat, hogy abból ki lehetett fizetni Románia újkori adósságállományát, és nem engedték nekik. Nem engedték, hogy kifizessék. Na, csak úgy mondom, hogy egy ilyen érdekes világban élünk. Oké? Egy olyan világban, ahol vannak tervezetek. Tehát most gondold végig, te dolgozol, és mondjuk lenne az az albérlő, amelyik meg ott hereverét csinálna. Ja, nyelvbotlás volt, mert azt akartam mondani, hogy heverészne, tudod. És élvezné az ingyen, szinte ingyenes albérletet, érted? Megélvezné az állami támogatásokat, érted? Gondold végig. Milyen boldog lennél tőle? Nem? Na most már pedig valamilyen szinten ez van. Társadalmi szinten ez van. Ez van. Egyesek élvezik ennek a etikátlan rendszernek a hasznát, mások meg, mit tudom én, a jövedelmüknek a felét, a készhez kapott jövedelmüknek, nem a felét, bocsánat, még egy akkora részt, mint a, tehát azért mondom, hogy a jövedelmüknek a fele, mert csak a felét kapja készhez. A másik felét befizeti az államkasszába. Érted? Tehát most gondold végig, nem tudom mennyi a nettód, vajon jobban élnél el, hogyha kétszer annyit kerestél? Tehát, de hogyha csak mondjuk 50%-kal kerestél többet, mert még mondjuk 25%-ot be kellene fizetni az adóba, még az mindig jó lenne, nem? Ugye azért 25 meg 50, mert oda-vissza számolunk, egyik felől nézve 50, másik lentről fölfele meg 25. Jó? Tehát föntről lefele meg 50. Szóval lényeg az, hogy ez olyan, mint az áfa. Tudod, hogy ha innen nézzük 27%, ha onnan nézzük 21. Oké? Okay. Jó? Tehát, és egy, gondold végig, egy olyan világban élünk, ahol egyre rosszabb a helyzet avval kapcsolatban, hogy egyre kevesebb ember tart el egyre többet. Tehát ezen a kontinensen ez így van. Sőt, az észak-amerikai kontinensen is így van. Hogy egyre kevesebb ember, egyre több ember tart el. Tehát ugye te lennél annak a családnak a vezetője, ahol ott van az albérlő és csak heverészik, akkor nyilván azt szeretnéd, hogy minél előbb tűnjön el onnan a francba, nem? Na most szerinted ezen a bolygón mennyire van szüksége az egész társadalomnak a nem dolgozókra? Ha reálisan nézed. Hát mondhatnád azt, hogy szüksége van, mert drága a temetés. Ha most morbid akarok lenni. De azt most leszámítjuk, hogy mennyibe kerül egy temetés. De te gondold végig. És arányaiban évről évre egyre többen nem dolgoznak, és egyre többen olyanok, akik egyre több és több adót fizetnek, egyre kevesebben, természetesen. Tehát most megnézed, ez már látható, ez a romlás, honnan látható?
megnézed egy fiatal házaspárt az én időmben, el tudod indulni. Az előttem lévő generáció még könnyebben elindult fiatal házasként. Az én generációm nagy része pár éven belül házuk volt, vagy lakásuk volt. Érted? Most megnézed a mostani fiatalokat, akik házasodnak, mindegy hány évesek, lehet, hogy 30 akárhány évesen házasodnak, mi az esélyük arra, hogy saját lakásuk legyen, úgy, hogy nem adósodnak el? És úgy felépítkeztünk az én fiatalkoromban, hogy nem adósodtunk el, a szüleim meg aztán végképp úgy megteremtették, hogy nem adósodtak el, és nem csak az én szüleim, hanem te megnézed, attól függ, milyen korú vagy, megnézed a nagyszülődet, vagy megnézed a szüleidet, ez így működött. Tehát sokkal nehezebb most egy fiatal induló házaspárnak, függetlenül attól, hogy hány évesek, mint eddig bármikor. Sokkal nehezebb. Föl akarják emelni a csokot 50 millióra. Érted? Most mondok példát, jó? Az én fiam fölvett, az egyik, a másik nem, az egyik fölvett valamivel több mint 6 millió csokot. És utána kiderült, mikor már fölvették, hogy hát hogy szét kell menni. Tehát hogy megszűnik a házasság. Érted? És ez a csok, ezt az egész elszámolást, válás utáni a gazdasági elszámolást úgy megnehezítette. De úgy, hogy még mindig nincs vége, pedig most már 2 éve lesz januárban, hogy elváltak. Érted? És még mindig nem tudnak a csok miatt elszakadni egymástól. Érted? Tehát, bocsánat, nem 2 éve lesz, hogy elváltak, csak 1 éve lesz, hogy elváltak. Igen, és 1,5 éve mentek szét. 2 éve házasodtak. Jó, tehát gondold végig. És csináltunk egy tesztet, ott voltunk, hogy durván csak mert 400-an, és megkérdeztem, hogy tegyék föl azok a kezüket, akik már egyszer legalább elváltak. És a többség föltette, a túlnyomó többség föltette a kezét. Na most, ami azt jelenti, hogy gondold végig, ha elválnak, a utána mit kezdenek a csokkal? Főleg ekkora összeggel. Nem szabad elválni? És mit csinálnak egymással? Megölik egymást? Így van. Szóval, nem lehet. Hát, ha azt lehet csinálni, hogy fogod és kifizeted a csokot, érted? Tehát kifizeted az államot belőle. Hát de azért vették föl, mert nem tudják kifizetni. Különben akit kifizették volna, akkor nem vették volna föl. Érted? Az azt jelenti, hogy akkor megugrik a törlesztés. A havi törlesztés. Fölfele természetesen. Jó, tehát csak mondom, hogy milyen világban élünk. Tehát gondoljátok végig, hogy mondom még egyszer, hogy azért mondom ezeket a dolgokat, hogy elgondolkodjatok a jövőről. Hogy milyen jövő várható a gyerekeidnek, ha oda jutnak, lehet, hogy pár év múlva, tök mindegy, hogy pár év múlváról beszélek, vagy 1-2 évtized múlva, milyen jövő várható?
Na most akkor ugorjunk egy kicsit, jó? Egy jó nagyot. Ez az anyagi világ, amiről beszéltem. És akkor most nézzünk egy másik részét ennek a dolognak. Ugye akkor születhet le egy ember, hogyha beleszületik egy lélek. Ha nem születik bele lélek, akkor ez nem születhet le. Oké? Na most furcsa mód, az utóbbi egy évszázadban ugye hirtelen sokkal több lélek született le. Tehát az azt jelenti, hogy valahonnan jöttek azok a lelkek. Nem? És alapvetően nem úgy jöttek, hogy csak úgy vártak évszázadokat vagy évezredeket, hogy leszülessenek. Nem. Azoknak volt nem sokkal azelőtt egy előző élete. Ami lehet, hogy földi, de lehet, hogy nem. És ugye ide jött ez a töménytelen mennyiségű lélek. De mint kiderül lassacskán utólag, miért is? Hogy megbonyolítsa az életét azoknak, akik úgy alapvetően itt voltak. Vagy lehet, hogy rosszul látok? Tehát, hogyha megnézed, mi a legfőbb célja a legtöbb embernek? Hm? Mondtak erről tippet? Tehát mi a legfőbb célja a legtöbb embernek? Pénzt költeni, így van. Minél több pénzt költeni, ilyen egyszerű. Tehát, hogy minél több pénzt költsön. Ez a legfőbb célja. És te, mint ember, ha netán még hajlandó vagy gondolkodni, és nem várod el, hogy helyetted gondolkodjanak, főleg a média, akkor szerinted ezért jött le a, ezért jöttek le a lelkek? Hm? Egy előző életből? Honnan tudni, hogy előző életed volt? Nagyon egyszerű. Megnézed a Földön minden azonos típusú élőlényt, tehát azonos típusú. Tehát az emberiség az egy azonos típusú élőlény. Tehát megnézed a különböző állatfajokat. Ugye tudjuk, hogy a Földön egy emberi faj van. Nem kettő, nem három, egy. Legfeljebb a bőrszínünk különbözik. De ha megnézzük, ugye hányféle fafaj van, hányféle növény van, hányféle állat van, és ha megnézel egy fajt, akkor az eléggé azonos körülmények közé született. Most az, hogy most kinőtt, vagy tudom, kibújta, vagy tojásból bújt, most ez mindegy. De a körülmény az hasonló. Nem? Na most, ha megnézed, az embereknél pedig nagyon különböző. Tehát mondhatjuk azt, hogy ahány család annyi féle, még a testvérek is különböző körülmények közé születtek. Hát ez azért is látni, hogy különböző körülmények közé születtek, mert teljesen különbözővé válnak az emberek. Tehát más személyiség tulajdonsággal kezdenek el rendelkezni. És akkor gondold végig, hogy, és erre jönnek a vallásosak, és ugye helyesen azt mondják, hogy Isten teremtményei vagyunk. Ha nem hiszed azt, hogy ez a gondolkodásmód a helyesebb avval szemben, hogy nem vagyunk azok, mondanám, hogy a bolygó nagy része, nagyon túlnyomó része, az valamilyen vallásos, valamennyire vallásos. És a kisebbség, mondjuk körülbelül a bolygó nem egész egy nyolcada, aki nem vallásos. Oké?
És az összes vallásos az hisz valamiféle Istenbe. És abban, hogy az embert az Isten teremtette. Most az, hogy ebbe az életébe teremtette, vagy egy már előző életébe teremtette valamikor, ez most részletkérdés, mert az egyik így gondolja, a másik úgy gondolja. Tehát ettől most vonatkoztassuk el magunkat. De ha az Isten teremtette, és ugye mindenki, aki vallásos, megegyezhet abban, hogy az Isten jó, nem? Tehát, hogy nem egy gonosz Isten teremtett minket, hanem a jó Isten. Nem véletlenül mondjuk ezt, hogy a jó Isten, nem? És hát most, ha jó, akkor az azt is jelent, hogy igazságos, nem? Aha, és akkor az egyiket miért sokkal nehezebb körülmények közé teremtette? A másikat miért sokkal jobb körülmények közé teremtette? Ezen még sose gondolkodtál el? Nagyon egyszerű a válasz. Ha egy jó Istenről beszélünk, akkor azért születtél oda, ahova születtél, mert az előző életedben azt csináltál, amit csináltál. Tudom, világos-e. És amit érdemeltél, ebbe az életedbe azt kaptad. Amit érdemeltél az előző életed alapján. Világos voltam? Ó, hát ezt tudom, hogy az egót kurvára nem tudja elfogadni. Oké. Na most gondold végig. Ha jó Istenről beszélünk, akkor már pedig ennek így kell lennie. Logikus, nem? Sose gondolkodtál róla. Lehet, hogy te nem is vagy eszes. Mert az eszesnek kellene lenni, hogy az ember elgondolkodjon ilyen dolgokon. Szóval, ez azt jelenti, hogy ide jött 53 év alatt ez a 4 milliárd ember. De miért? Most azért, hogy kisegítsük, akik itt voltak, az előző 4 milliárdot, vagy azért, hogy még rosszabbat tegyünk. Döntsd el. Mert most úgy néz ki, hogy a népszaporulattal hát a legnagyobb probléma van, hogy túl vagyunk népesedve, nem? Emiatt minden romlik. Kevesebb az élelmiszer, melegebb a levegő, érted? Szennyezettebb a levegő, minden, mindennek mi vagyunk a felelősei. Oké? Tehát mondom, akkor lehet gondolkodni rajta, hogy most vajon azért jöttünk, hogy azt a 4 milliárdot kisegítsük, vagy azért jöttünk, mert még rosszabbá tegyük a dolgokat. Mert annak is van értelme, hogy még rosszabbá tegyük. Mert az ember úgy működik, hogy amikor már nagyon rosszul mennek a dolgok, és már nincs remény, akkor a legtöbb ember két dolog közül, kettő dolog közül választhat. Vagy meghal, vagy megvilágosodik. Oké? Mivel jár a megvilágosodás? Elkezd az a képesség előjönni, ami minden emberben ott lapul, kivétel azok, illetve mindenkiben ott lapul, nincs kivétel. Az a képesség, hogy teremtsen. Teremtsen. Tehát szó szerint a teremtés azt jelenti, hogy a semmiből valamit teremtsen. Mondom, a semmiből. Olyan, hogy semmiből nem létező fogalom, az azt jelenti, hogy az energiából teremtsen, vagy az energiát átalakítsa, és ezáltal teremt. Világos? Na most, tehát akkor
Mondhatjuk azt, hogy lehet, hogy azok az emberek, akik itt azt gondolják, hogy azért születtek, hogy csak pénzt költsenek, akkor még jót is tesznek. Csak akkor tudod, mi a következmény? Hogy mondjuk a megnézed, hogy kik a megvilágosodtak, az mondjuk 1%, 100-ból 1. Kik, akik spirituálisan egy kicsit nyitottabbak, az mondjuk 4%. Tehát abban benne van az 1% is természetesen. Hát ez baromi kis szám, mert 8 milliárdhoz képest az 320 millió ember. És mi lesz a többire? Tehát most gondold végig, ha teremtésről beszélünk, és küldik az emberek lelkét, és beleszületik egy testbe, és ugye beszélhetnék arról, hogy előtte még azt is bevállaltad, hogy milyen családba születsz, meg milyen sorsot fogsz megélni, de ez most részletkérdés. És gondold végig, hogy ide született ez a rengeteg ember, és ahelyett, hogy tenni a dolgát, igazából az a célja, hogy minél több pénzt költsön. Mert azt hiszi, hogy az a boldogság, hogyha minél több pénzt költhet. Tehát figyelj, nehogy azt hidd, tehát nekem azért van egy szerencsés helyzetem, mert én megéltem az anyagi világot. És a nulláról képes voltam arra, hogy az anyagi világból jóval az átlag fölé emelkedjek. Tehát ezért tudom, hogy milyen az anyagi világ. De azt is tudom, hogy nem álltam meg ennél a szintnél, és meg kellett élnem azt, hogy milyen a szellemi teremtés. Nem az anyagi világ, a szellemiség milyen. Tehát amikor az ember a kézzel fogható dolgon felül a gondolataival megterem dolgokat. A gondolata, én ezt megtapasztaltam. És képzeljétek el, az anyagi világban elveszti az ember a céljait, mert most megnézed, mit tudom én, mondjuk egy szuper gazdag embernek van jobbnál jobb, mit tudom, 28 autója, érted? Mert nem tudja már másra költeni a pénzét. Van jobbnál jobb házánál, mit tudom én, 13, csak most mondtam valamit. És ugye az lenne egy újabb cél, hogy vegyen egy következőt. De miért? Attól nem lesz boldogabb, nem tudom, világos-e. De nem lesz attól boldogabb, hogy még egy plusz lesz. De én ugye tapasztalom azt, hogy a szellemi teremtés terén ott nincsenek olyan dolgok, amiből az ember nem akar még tovább lépni. Érted? És minden tovább lépés az igen-igen magas szintű örömöt okoz, sokkal nagyobbat, mint az anyagi világban való teremtés. Persze ahhoz, hogy az ember ugye a szellemi világban ne nélkülözzön, szükség van anyagiakra. Nem? Mert ha nélkülözöl, főleg a hölgyeknél, az a biztonságérzet hatalmas csökkenését jelenti. És ugye az fontos, hogy rendben legyen a biztonságérzet. Fontos az, hogy amit az ember tényleg szükséges, megvegye, nem? De minek legyen mondjuk 13. háza? Vagy 29. autója. Minek? Amikor egy fenékkel csak egy helyen tud lenni, nem? Egy házba, vagy egy autóba. Még azt is meg tudja csinálni, hogy kibővíti a bejáratot, és akkor az autóba is ül, meg a házba is, de akkor is csak az egy fenékkel tudja ezt megcsinálni, tudod. Szóval gondold végig, hogy az emberek nem tudják, hogy miért vannak itt, de te szívesebben miért lennél itt?
azért, hogy megnehezítsd az emberek életét, azért jöttél? Vagy azért, hogy megkönnyítsd? Hm? Én nem a nehezítést választottam, te nem tudom, hogy vagy ezzel. Az emberek életének a megkönnyítését. És ezt tudod, mit jelent? Az anyagi szinten? Az anyag szintjén? Az ezt jelenti, hoppá. Itt van ez a 10 életterület. Hogy az emberek ezeken a területeken boldoguljanak. De ami ahhoz kell, hogy az emberek boldoguljanak, tehát igazából az élet különböző területe az úgy működik, mintha lenne 10 szakmád. Érted? Ha lenne 10 szakmád, és ha mind a 10-et jól akarnád csinálni, akkor mindet tanulni kellene, és mindet be kellene gyakorolni. Oké? Okay? És akkor tudnád a 10 szakmát jó szinten művelni. Az emberek azt gondolják, hogy ezeket nem kell megtanulni. Tehát én látom azt, hogy a különböző területeken mit össze tudnak bénázni az emberek. Érted? Borzalmas! Szó szerint, és akik itt tanulnak egy ideje, ugyanúgy látják, mint én, hogy mit össze tudnak az emberek bénázni az életük területein. Ahelyett, hogy fognák és nekiállnának tanulni, és használnák a tudást. De a tudással van egy gond. Ezt sehol nem tanítják. Például az, hogy bocs, hogy csúnyán megint fogok beszélni, szart érsz avval a tudással, hogyha nem tudod, hogy miért tanulsz. És mire fogod használni. Érted? Tehát ez az első és legfontosabb. Hogy tudni kellene, hogy miért, és mire használod, érted? Utána, hogy milyen eszközök kellenek hozzá. Tehát ahhoz, hogy használni tud a tudást, milyen eszközök kellenek hozzá. Sőt, milyen elveket használj majd, amikor használod a tudást. Milyen elvek alapján. Utána jön az, hogy hogyan csináld. Csak ezek után jön az, hogy hogyan csináld. Utána az jön, hogy ki fog segíteni, vagy mi fog neked segíteni abban, ha elakadsz. Tudni kell előre. Oké? És természetesen azt is tudnod kell, hogy mivel mennyi időt fogsz tölteni. Ezt egyébként minden szakmánál kellene. Ezt a 5 szempontot, ha jól megszámoltuk, 5, figyelni és használni. Na most, ha az ember ezeken boldogulna, nézd meg, itt van egy 10. is, ami nem az anyagi világ. Tehát amikor az ember elkezd foglalkozni az Istennel, mint kérdéssel, akkor utána, mikor egy kicsit képzettebb ezen a területen, akkor arra is rájön, hogy jó, most már az Isten, elfogadtam, de mi van velem? Én hova tartozom? Az isteni világhoz, vagy az állatvilághoz? Vagy nem? Nem jogos a kérdés? Hát lehet, hogy van, aki az állatvilághoz szeret tartozni, megengedjük neki, hogy tartozon oda. Oké? Okay. De azért talán nem ide kellene tartozni, nem? Nem az állatvilághoz. Mikor azt mondják, hogy
hogy evolúció révén az állatvilágból származok, azt tanítják ugye a médiába, érted? Meg az iskolákba, akkor én rögtön azt mondom, hogy anyád származik onnan, meg a jó édes nénikéd az. Jó? Tehát lényeg az, hogy gondold végig. Tehát tisztázni kellene azt a kérdést, hogy honnan való vagy? Hát nyilván azt tudod, hogy kiszült, meg talán kicsinált azt is, nem? Még lehet, hogy ismered a nagyszüleidet is, esetleg még valaki a dédszüleit is ismeri. Jó? Tehát így, de nem is ez a lényeg, hanem a lelked honnan jött. Hm? Érted? És miért vagy itt? Azért, hogy minél több pénzt költs? Miért azért lennél? Attól, hogy a szomszéd azt gondolja, meg a barátaid azt gondolják, hogy ez az élet értelme, neked nem kéne ezen felül emelkedni. Az életnek ez nem értelmes. Nem értelmes. Most gondold végig, az egész élővilág gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy tápláléklánc. Tehát valamilyen másik növénynek vagy másik állatnak a táplálékául szolgál. Most, hogy milyen formában, az most részletkérdés, nem? Hát gondold végig, hát az embert mondjuk elhamvasztják, mikor meghal, akkor még táplálékul se szolgál. Nem? Mert hogyha mondjuk a hús rajta marad a csontodon, akkor legalább a kukacoknak táplálékul szolgálsz, érted? De egyébként nem veszed észre, hogy nem vagyunk része a táplálékláncnak. Nem vagyunk része. Tehát, hogyha nem vagyunk része a táplálékláncnak, akkor nem azért születtünk, mint a növények meg az állatok. Nem gondolkoztál még ezen? Hanem e felett állunk, ennél több vagyunk, mint a növények meg az állatok. Vagy nem kéne többnek lenni? Na most megnézed mondjuk egy olyan embert, akit ismersz, rokonod. Jó? Na akkor az életét, aki nem fiatal, de lehet fiatalt is, de ne túl fiatalt néz mondjuk, 40 éves korig, bárkit megnézel. És akkor leülnél egy kicsit gondolkodni, és azt mondanád, hogy eddig, amit az életében tett, annak mi volt az értelme? Milyen jönnél rá? Hm? Mire jönnél rá? Azt mondanád, hogy szült két gyereket, ezt fölnevelte. És akkor azon kívül mi volt az életének az értelme? Vagy akiket ő szült, azoknak a gyerekeknek, mi az életüknek az értelme? Hm? Hát ha a gyerekeknek nem talál életének értelmét, akkor a szülőnek sem volt értelme, hogy megszülje. Vagy rosszul látom? Mert minek szül egy szülő olyan gyereket, amelyiknek az életének az értelme nincs? Logikus? Tehát így végignéznéd a rokonaidat, akkor hány olyan ember találna, amelyiknek volt az életének értelme? Hm? Hát nem sokat, nem? Tehát az az ember létének az értelme, hogy megszületik, majd meghal valamikor? Ugye nem gondolt komolyan? Hát akkor lehettünk volna állatok, és te születtél volna valamilyen állatnak. Nem? Nem állatnak születtél, hanem embernek. Hát az embernek nem ennyi a célja. Nem szolgálunk táplálékul, nem?
csak kéne valami értelmének lenni az életünknek, nem? És nem kellene megkeresni az életed értelmét? Nem kellene neked is szellemileg teremteni? Nem kellene? Úgy jó, hogy van. Egy semmi, egy szar élet az jó. Miért? 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 Miért nem akarsz teremteni a gondolataid, de a jót természetesen, a rosszat azt tudsz teremteni, azzal semmi gond nincs. De jót. Nem kéne megtanulni, hogy jót teremtsünk. Nem kellene segíteni az embereknek, hogy ezeken boldoguljanak? Párkapcsolati kócsképzésünk van. Kócs azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Körforgásban működnek a képzések. 26 témánk van. A párkapcsolati kócsképzésünk az előző körben 5 évvel ezelőtt volt. Hetente van, azt mondja, minimum 6 óra képzésünk. Tehát hetente 6 óra, akkor számolgass, jó? 26 nagy téma van, most a párkapcsolat a téma, annak a második hónapját csináljuk. Jó? Szóval, ami azt jelenti, hogy itt van 9 évnyi tudás az ember és az élet működéséről. Tudsz még olyan helyet a bolygón, ahol van 9 évnyi tudás? Nem hiszem. Oké? És itt van egy előkészítés is azoknak, akik megvilágosodnak. Az előkészítés pedig erről szól. Hova? Hátrébb? Ah, itt van. Itt van. Erről szól. Hogy fölkerülhess egy új korszakba. Amit úgy hívnak, hogy szeretetkor. Ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. És csak azok kerülhetnek oda föl, akik képesek békében és szeretetben élni. És annak van egy olyan fajta tovább lépése, hogy visszakerülhessünk oda, onnan jöttünk. Az pedig az első földi leszületésünk előtt nem a Föld nevű bolygó volt, hanem a Sirius B az emberek többségében, vagy a Plejádok. Tehát azért, mert jöhetett valaki máshonnan is, de nem az a jellemző. Oké? De nem kell hinni. Azt hiszel, amit akarsz. Nekem azt nem tök mindegy. Tehát most gondold végig, az emberek nem tudják azt, hogy bennük lakozik egy végtelen energia. Amit úgy hívnak, hogy lélek. Nem tudják. Nem is sejtik, hogy ez minden szempontból végtelen. Végtelen az élettartama, végtelen az energiája. Oké? És minden tekintetben azt lehet mondani, hogy végtelen. Végtelen sebességgel tud közlekedni a világegyetemben, maga a lélek, stb. Stb. Szóval nem tudják. Nekik jobb az anyagi világ. Tehát mi azért jöttünk le, tehát hogyha érdekel az ember és a lélek fejlődése, akkor te azért jöttél le, hogy megmentsd az embereket. Nem másért. Érted?
És képzeld el, embereket megmenteni sokkal jobb, mint hogy vesz egy újabb autót, vagy egy újabb házat. Érted? És havi szinten több embert is meg tudsz menteni. Személyesen. Érted? Gondolkozz ezen el. És akkor talán még értelme is lesz az életednek. Mert nem az a lényeg, hogy eddig mi történt, hanem az a lényeg, hogy ezután mi lesz. Mi is várunk szeretettel itt a közösségünkben, akiknek az a dolgunk, hogy minél több embert megmentsünk. Mert itt van egy határidő, van még 12 évünk, slusszpassz. Oké? Slusszpassz, nincs több. 35-re, akkor már lehet, hogy csak lassan 11-re egyet mondhatunk. 35-re itt szeretett kornak kell lenni a bolygón. És ha ez mondjuk a Kárpát-medencére fog vonatkozni, akkor itt lesz mondjuk X ember, aki ebben benne lesz. Remélem nem így lesz, hanem ennél azért szélesebb körül lesz. A többi meg megy a levesbe. Oké? Okay? És akkor azt mondanád, hogy is mi lesz az inkarnációval? Van készen nekik a világ végén, szó szerint ért, egy bolygó. Oda inkarnálódhatnak. Tehát ide nem lehet 2035 után inkarnálódni, és addigra kivonják a forgalmat. Csak olyanok inkarnálódhatnak, akik képesek különbséget tenni a jó és a rossz között. Oké? Okay? Méghozzá határozott különbséget. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, visszaadom a szót a Árugazdának. Sziasztok! Hát köszönjük szépen ezt a ébresztő gondolatokból álló előadást Szedlacsik Miklósnak. Hogy lehet oda visszamenni a 10 területre, ami ki volt? Hogy visszafelé. Tehát ott a visszaindulás. Csináld nyugodtan. Ez? Igen, azzal a visszanyillal, igen. De ne előre, hanem vissza. Melyik az előre és melyik a hátra. Abban, így már meg lesz. Igen, itt van. Beszélt itt a mester a lehetőségekről, amik a PPH Nyílt Akadémiánál rendelkezésre állnak az embereknek, hogyha tanulókká válnak és elindulnak az úton, ugye? Azért sokan nem úgy jönnek ide, hogy rögtön belevágnának a szervezésbe, hanem tanulók szeretnének lenni. Én is így jártam. Mikor is? 2014 novemberében, ugye akkor kezdtük el, és nagyon tetszett, amikről a mester beszélt, és hogy milyen témákban lehet itt tanulni. Annyira nem is láttam át az egészet, csak kicsit. Mondom, jó lesz ez, nekünk belevágtunk. De ahogy telt múlt az idő, a mester ajánlása szerint mi éltünk abban a lehetőséggel, hogy szervezni szerettünk volna tanulókat. Sikerült is. És miért jó az, hogyha szervezhetsz? Ez egy egyedülálló dolog egyébként, mert ugye tanulóvá válsz, kapsz tudást. De hogy fogod használni? Hát otthon fotelhuszárként elég nehéz lesz. Mert én így jártam, hogy elmentünk spirituális tanfolyamokra, és nem volt kint használni, nem volt rendszerezve, nem figyelt ránk senki, nem is volt olyan nagy fejlődés. De a Nyílt Akadémiánál tanulsz, szervezel embereket, ezáltal sokkal több ember életére rálátsz, mint amúgy a hétköznapokban, és kereshetsz belőle pénzt. Nem tudom, hogy ki ellensége saját magának itt, aki néz engem a kamerába, élőbe, vagy bárhol a világon, hogy nem szeretne egy kis pénzt keresni avval, hogy tanul, és segít embereknek jobbá válni. Szerintem ez egy olyan lehetőség, szerintem ez egy egyetlen ilyen lehetőség a Földön, ahol segíthetsz embereknek, segíthetsz magadon, és kereshetsz vele pénzt. Honnan van a pénz? Teljesen tiszta forrásból a mester a bevételét pumpálja vissza a rendszerbe. Méghozzá jelen pillanatban 77%-ot. Ezt azért mondom így, mert sokan fel vannak háborodva, hogy a PPH-ban üzletet csinálunk a tudásból. Marha érdekes számomra ez, mert én nem ismerek egy másik tanítót, aki a bevételét
visszaadná a tanulóinak. Nincs több. Ezért ágálnak sokan egyébként, ez nekem számomra ma már nevetséges egyébként. Nem tudok vele mit kezdeni ezekkel a véleményükkel. Oké. Ha van egy pár embered, akkor rálátsz az életükre, és segíthetsz nekik abban, hogy jobban bánjanak a párjukkal, szülővel, gyerekekkel, másokkal, munkával, pénzzel, környezettel, hatósággal, Istenükkel. Nem csak a saját életedet látod, hanem más emberek életét. Akkor te jobban fejlődsz. Akik hozzá csatlakoznak, azok tőled fognak kérdezni? Igen, tőled fognak kérdezni egy idő után, mert egy idő után már tudsz válaszolni is. Mert okosodsz. Elkerülhetetlenül. És ez... Itt mindenki előtt itt van ez a lehetőség. Nem muszáj, de mi megtettük, és ettől nem várt jó dolgok következtek be az életünkbe. Hát most már azért várom, hogy történjenek jó dolgok, az elején nem vártam. Ilyen kisebb csodákkal ér föl, amikor az ember kap helyzeteket az életébe, és ami addig fejdegesítette, vagy kétségbe ejtette, azt nyugodtan megoldja. Az a legnagyobb dolog az egészben egyébként. És hogyha segít másoknak megoldani a helyzeteiket, azok meg azt mondják, hogy hű de jót segítettél. Hát szerintem ennél óriási érzés nincs. Mosolcsalni mások arcára, szeretetet sugározni és azt visszakapni, óriási dolog számomra, óriási. És bármilyen furcsa, ehhez szigorúan hozzátartozik a pénz. Még most is kapok olyan embereket a szervezés során, hogy teljesen elkülönti a spirituális utat a pénztől. Hát ez nekem már ilyen, most már furcsa azt tudom nektek mondani, mert nincs olyan, hogy elindulok egy úton, és egy földi dolgot így kizárok abból az útból, mert a földre azért jöttünk, hogy megtanuljunk mindent, ami a föld nevű bolygón van, ami nincs máshol. Máshol nincs pénz. Ugye? Ha abban nem tudunk meg jól bánni, akkor nincs kipipálva egy téma, lehet visszainkarnálódni. Vagy ide, vagy máshova, ugye, ahogy elmondtam este. És hát ugye a párkapcsolatban is, hogyha megoldjuk a dolgainkat, akkor az egy sokkal jobb létet tud garantálni, hogyha az ember megérti a párjával önmagát. Igaz, drágám? Ez így van. Ez mindennél fontosabb, ez egyértelmű, hisz egész életünket együtt szeretnénk letölteni, ezért választottam a páromat, és szerintem nem mindegy, hogy milyen minőségben, milyen hangulatban, milyen megoldásokkal, így van. Tehát ez nagyon fontos. Hogy nő föl a gyerek? Így van. Hát nekünk az sem ment igazából, ezt jól láttam. Érdekes módon, amíg az emberek nem hallanak előadásokat, képzéseket a Szedlacsik Miklóstól, fel se tűnik, hogy mennyi mindenhez nem értünk. Vagy hogy semmihez nem értünk. Mert én úgy gondoltam, hogy marhára jól csinálom, és marhára nem csináltam jó dolgokat. Mindent korrigálni kellett újra állítani dolgokat, megtanulni máshogy beszélni emberekkel, kikísérletezni egy új szókincset a feleségemmel, hogy jobb legyen. Ez még ma is tart egyébként, megmondom őszintén, ez a kísérletezgetés. Vagy mi az, amit az ember határainak tekint maga körül? Én nekem ez a csoda egyébként, hogy azt hittem, vagy nem is hittem, vagy élünk valahogy, félig homokba dugva a fejünket, és akkor mond valaki valamit, hogy az jobb lenne? Nem. Ez így marha jó. Ez így piszkosul menni fog. Mi? Hát az a kis környezet, ami körülöttem van, csak az legyen meg, és akkor ez nekem pont elég. De hogy elég? Neked sokkal jobb életed lehetne egy fokozottabb tudással, amiben nem mersz belekóstolni éppen. Másfajta párkapcsolatod lehetne, másfajta életed az emberekkel, segíthetnél másokon, vezethetnél embereket, ha nem félnél kipróbálni. Mert a félelem fog meg. Beléd nevelték szigorúan. Te ezt teheted meg, ez neked pont jó. Ezen kívül ne menjél, mert akkor kiléptél a szerepből, és a rokonok ebből, vagy a barátok mondani fogják. Nekem mondták a barátaim, Tusek, te úgy megváltoztál, hogy nem lehet rád ismerni. És ilyen róvóan kaptam meg. Hát mondom, akkor jó úton vagyok, akkor ez így menni fog. Ez így tökéletes lesz. De hányan veszik magukra ezt, ha ezt megkapod? Egyből visszafog azonnal. Beiratkoztál a PPH-ba, hülye vagy? Hát mit tanított a Szedlacsik? Hú, hogy vannak másik bolygók, meg lehet, hogy van egy felsőbb lét, meg nem csak azért jöttünk ide, hogy
leszülessünk, nemzünk gyerekeket, legyen egy vagyonunk kisebb, nagyobb, kinek mennyi jön össze, és aztán meghalljunk és visszamenjünk valami semmibe. Hogy gondoltad, hogy a semmibe? Én azt gondoltam. Tudjátok nekem, hogy kezdték a kinyitogatásomat szerintem a teremtők? 2003-ban kis terautóval jöttem haza Csehországon keresztül Svédországból, paprikát szállítottam. És gondolkoztam a pályán, mert volt idő, meg szép volt a napsütés, akkor akartam egy gyorsasági motort vásárolni. Mondom, megveszem a motort, szép autó, szép ház, két gyerek, szép feleség, minden megvan. És hogy jöttem így a csendbe, így belenyomták a fejembe, hogy úgy gondolod, ennyi az egész. Így a bele, így a gondolataimban. Mondom, ez meg ki volt. Mit keres a fejembe? És utána hosszú évekig nem is gondolkoztam, ezen 5 év múlva kezdődött el az út. Addig semmi. Lehet, hogy neked is volt már ilyen kérdés a fejedben, csak nem figyeltél. És itt az alkalom, hogy elkezd egy olyan képzést, ahol tanulhatsz egy olyan világról, ami itt van körülötte, csak nem látod. És talán ebbe kéne belenézni, jobban belegondolni, hogy micsoda alkalom van itt most a számunkra. Akár egyesével, akár csoportosan, akár vezetővé válhatsz. Ez mind a te dolgod, hogy meddig mész el ebben. Nincsen bizalmad, nem baj. Félsz? Nem baj. Majd itt vannak emberek, akik mennek előtted és segítenek benne. Annyi kell, hogy elinduljál. Beszélsz az anyagi részéről? Persze, meg egy kicsit még másról is szeretnék. Vannak egy-két gondolatom, amit ezt szeretnék én is mondani, hogy valóban milyen jó is az, amikor ide jössz, és elkezdesz itt tanulni. Mint a párom már elmondta, mi 9 éve tanulunk itt, és valóban tényleg egy, én mindig azt mondom, hogy egy csodálatos életet kaptunk, és nem csak azért, mert hogy itt van egy tudás mellette, megkapom módszereket, amit be tudunk építeni az életünkben, hanem számomra nagyon fontos volt, mert nagyon sok fele jártunk, és nagyon sok képzésen részt vettünk, és számomra mindig is nagyon fontos volt az, hogy kitől tanulok a mester. Mennyire hiteles az a mester? Hát a Szedlecsik Miklósnál hitelesebb nincs. Mi ezt 9 év után el tudom mondani, hogy valóban nincs másik olyan ember, aki azért van itt, és azért adja át nekünk azt a tudást, hogy valóban egy boldogabb életet tudjunk élni. És mindamellett, hogy te azt gondolod, hogy most egy boldog életet élsz, ahogy most élsz, az nagyon kevés. Mert a jövőben, mint ahogy mondta a Szedlecsik Miklós, 2035-re el kell hozni az aranykort, de ahhoz, hogyha nincs meg egy megfelelő szellemi tudásod, hiába érzette azt, hogy most boldog vagy, nem fogsz bejutni. Mert ahhoz olyan emberek kellenek, akik mind etikusak, etikusan tudnak élni, és mint ahogy az első részben mesélt, vagy beszélt Szedlecsik Miklós arról, hogy nálunk van egy 4 hónapos etika képzés. Tehát ez a PPH üzlet, mivel hogy mi tanuljuk is, tanítja is a Szedlecsik Miklós, az etikára épül. Tehát innentől, most csak azért ott eszembe, hogy el is mondom, mert nekünk néha, meg szerintem úgy gondolom, mint a többieknek is, akik itt ülnek a teremben, és ajánljuk embereknek, akkor felszokták azt hozni, hogy hát ez hálózatépítés, vagy MLM. Tudjátok, én azt mondom, hogy én igazából nem ismertem előtte, hallottam embereket, de én nem ismertem, hogy mi az, hogy MLM házatépítés, de azt mondom, hogy ennél jobb lehetőséged nem lesz. És már csak azért sem, mert mi nálunk a házatépítés egy teljesen más dolog, mint amit szerintem az emberek hallanak, és az a baj, hogy az embereknek egy olyan dolog van, ha hallanak, hogy milyen. És olyan emberektől hallják szerintem, akik már csalódottak, a MLM sérültek, tehát vagy nem is tudja igazából, hogy miről szól. Ne hidd neki, gyere el, és nézd meg, hogy valójában hogy és mind működünk mi. Gyere el személyesen, el tudsz jönni az irodába, meghallgatni a képzéseket szerda és vasárnaponként, és te győződj meg magad arról. Vagy pedig az ország számos pontján vannak, ugye már irodák, ahová el tudsz menni, megnézni előadásokat személyesen. Te saját magad gyere el, és győződj meg arról, hogy valóban miről szól az, amit mi teszünk.
Érezd meg az ízét, az a lényeg. Igen, így van. És én megint azt tudom mondani, hogy a mester, tehát ő valóban azért van itt, hogy neked, mindannyiunknak egy sokkal jobb életünk legyen. Ő ezt adja át nekünk. És nem hiszem, hogy, mint ahogy a párom is mondta, hogy neked az olyan rossz, hogyha veled kapsz egy olyan lehetőséget, amivel egy pénzügyi függetlenséget tudsz elérni. Vagy te most miért jársz dolgozni? Csak egy biztos kérdés. Biztos olyan jó. Igen. Tehát én azt üzenem mindenkinek, hogy gyere el, nézd meg, vagy ha már rége volt, ha hallgatsz minket, akkor ne gondolkozz tovább. Az idő telik, higgyétek el, hogy telik az idő, és a jövőnk, az életed semmivel nem lesz jobb, ha vársz, sőt, még rosszabb lesz, mert itt csak mi emberek fogunk tenni azért, hogy egy jobb jövőnk legyen, egy jobb életünk legyen. Senki más nem fogja megtenni. És ahhoz meg, hogy jobb legyen, tudás kell. Méghozzá hatalmas tudás, ami itt van. A képzések ára egy teljesen megfizethető összeg, most akciósan 19.700 forint az első hónap, és a következő hónaptól pedig 12.500 forint per hó. Tehát ez azt lehet mondani, hogy egy csekély összeg. És ettől egy sokkal jobb életet kapsz. A másik pedig az, hogy sokkal jobb életet, olyan embereket, akivel egy közös célunk van. Olyan embereket, akikkel jó lenni, akik nem elnyomnak téged, nem akarnak neked rosszat, hanem valóban az, hogy együtt érjünk el dolgokat. A PPH egy olyan közösség, amit nagyon sokszor, hogy is mondjam el, amikor így kint állunk, hogy hogy lehetne azt elmondani. Ezt nem is tudom elmondani, ezt gyertek és tapasztaljátok meg. Nem is szabad teljesen őszintén, mert gyanús lenne ez a túl nagy jó kedve. Igen, igazad van egyébként. Gyanús szemmel méregetik ezt a sok mosolygós embert, mikor látják ugye YouTube-on is a szemináriumokat. Igen, igen. És szóval gyertek, ne gondolkozzatok. Semmi kötelezettség nincsen. Ha nem tetszik, akkor elköszönünk egymástól. És ennyi. Ugye van még egy útja, úgy keresel magadnak egy szimpatikus PPA szervezőt a Facebookon, a TikTokon, vagy ahol éppen fönt vagy, felveszed vele a kapcsolatot, és segíteni fog, hogy kell tanulóvá lenni, és segít, hogyha elakadsz valamiben, bármilyen kérdésed van, tudnak segíteni benne, válaszolnak neked rá. Igen, és a semmi gond, ha most esetleg te dolgozol, semmi baj. Mellette építs, kezdj egy lábat építeni, mert higgyétek el, hogy nagyon nagy szükség lesz rá. Ezt gondold át, és gyere. Mert tényleg csak előnyöt számozik belőle. Gyors döntést kívánunk mindenkinek. Most 30 perc szünet fog következni, aztán kezdünk. Az azt jelenti, hogy 20-15-kor fogunk kezdeni a második részvel, aki jogosult rá, hogy a párkapcsolat képzés van. Ez egyébként egy rendkívül jó téma. Néha vicces, néha nem. Sok sikert kívánunk mindenkinek, szeretünk benneteket, sziasztok! Sok sikert, sziasztok!